fuck out of bed, bitch, go. Get up again, they got gold thumb. Time to wake up, bitch, get up. Get up, get up again, they got gold thumb. Time to wake up, time to wake up, bitch, get up. Get up, get up again, they got gold thumb. Time to wake up, bitch, get up. So, get up, everybody, sok szeretettel üdvözöllek. Fantasztikus napon vagyunk ma túl. Az egész hét nagyon-nagyon szuper volt. Altcoinok mennek, a mai nap is. Bitcoin jelenleg konszolidálódik, úgyhogy meglátjuk, hova fog ez vezetni. Szerintem nem árt az óvatosság és a profitrealizálás, de majd erről is beszélek. Én Denkler Miklós vagyok. Minden nap elhozom neked a legfrissebb kriptohíreket, technikai elemzéseket, altcoin, NFT és DeFi újdonságokat, hogy ezzel is edukáljak a kriptovalutákról, ami az internet óta a legesleg innovatívabb iparág, ami egyben nem csak egy technológiai csoda, hanem a pénz evolúciójának a következő szintje. Szóval, mielőtt tovább megyünk, kérek egy kövér lájkot, egy sok-sok szeretettel megnyomott lájkot, iratkozz fel a csatornára, és nyomd meg a harangocskánál az összeset, mert akkor nem fogsz lemaradni semmilyen hírről. Egy fontos dolgot hozzá kell tennem, én nem vagyok hivatalos pénzügyi tanácsadó, úgyhogy amit elhangzik, az oktatást, edukálást, szórakoztatást szolgál, és nem pénzügyi tanács, neked kell megtenni a saját kutatásodat, én igazából ehhez adok egy csomó inputot, és ezzel te tudsz főzni. Szóval képernyő megosztás indul, és nézzük, hogy mit csinál a kedvenc buborékos csártunk. Hát látjuk, hogy fantasztikusan jól néz ki, és Cardano már több napon át itt kiveri a biztosítékot, 700%-kal ment fel mostanában. Azon, amit fogok csinálni róla egy külön videót, ugye ő is egy layer, egy megoldás, és sokkal-sokkal gyorsabb, és még olcsóbb, mint az összes többi layer, egy megoldás, ami kint van, és amit még fontos volna tudni, hogy megtartotta azt a proof of work koncepciót, amit ugye a Bitcoin is követ, és ugye ez a legbiztonságosabb, legdecentralizáltabb, legmegbízhatóbb üzemeltetési konszenzusos formája egy blockchainnek, úgyhogy feltétlenül rá fogunk nézni. Gyönyörűen mennek az egyéb coinok is, mennek az exchange coinok, OKB, Binance coin is továbbiakban is rallizik, megindult a Helium token, nagyon jól megy a Helium, feltétlenül nézd meg a korábbi Heliumos videót, ugye maga a Helium kapcsán lehetőség van arra, hogy az iHub Global-on keresztül Helium minereket kapni üzemeltetésre, és ezekkel a Helium minerekkel ilyen bevétel megosztásban a bevétel egy része tiéd, és ezeket kvázi ingyenesen meg lehet rendelni, posta költséget kell csak kifizetni, van róla videó, lapozz vissza, illetve a leírásban is megtalálod Helium miner, a feltétlenül érdemes megnézni, és frankon meg is indult, úgyhogy gyönyörűen rallizik a Helium. A közben megindult Cake is, ugye Binance Coin után, Avalanche gyönyörűen megy, Curve, FTT, Kusama, Polkadot ökoszisztem, Use, ICP is, Nexo, XRP is kitörni látszik a kis háromszögből, úgyhogy nagyon-nagyon frankon néz ki a piac, Bitcoin is 63 000 dollárnál van, plusz 2,5%-ban, és Ethereum is 4600 dollár fölött konszolidálódik, ugye ez mind nagyon-nagyon bullish. Egyedül talán a Solana korrigál, ugye tudjuk, hogy megy a Solana konferencia, jött már eddig is hír, meg szerintem még jönni fog pár, ez még talán löködheti föl az árat, Solana árát, viszont utána én várok egy korrekciót. Remélem a képernyő megvan osztva rendesen, oké, megvan. Szóval, akkor ugorjunk is bele, nézzük meg a kedvenc. Még nézzünk rá itt a top 200-ra, hogy miket látunk itt. Elon, UMA, ugye UMA ez olyan, mint az STX, ugye szintetikus
coinok vannak ott, Superfarm és DYDX is nagyon szépen megy, Moonriver. Moonriver ugye nagyon esélyes, hogy a Polkadot ökoszisztémában részt fog venni. Track and Client, nem tudom az pontosan mi. Oké, okay. Flux, R&DR, Chrome, rengeteg, Alice, TLM, nagyon-nagyon bullish-sak vagyunk TLM-be, Dar, ugye ez most megjátszott a Binance-en, frankul lehetett farmolni a Pancake-en, és nézzük még itt, mi történik, IDEX, plusz 25%, API 3, ugye Ready Project, Dodo, BSC-pel is szépen megy, nagyon jó, Boston Finance is. Pets, na ez mi lehet ez a Pets, Micro Pets, mikro állatkák, 132%-kal ugrott meg, hát elképesztő. Úgyhogy menjünk is vissza, és nézzük a kedvenc indikátorunkat, a kripto félelem és kapzsiság indexünket, látjuk, hogy 73-nál van. Ez azt jelenti, hogy kapzsi a piac, viszont nem extrém. És ugye azt is tudjuk, hogy szeptemberben, illetve egész májustól júliusig nagyon-nagyon alacsony szinten volt az index, bement 20 alá is, 10 körül is volt, és ugye ebben az extrém félelemben a befektetők nagyon aggódtak, és nagyon-nagyon olcsón is megváltak a különböző kriptójuktól, és ugye ez egy nagyon jó bevásárlási lehetőség volt, és azt is tudjuk, hogyha a kapzsiság 90 fölé érkezik, és akár 90 fölött lehet több hétig, hónapig is, mint ugye látjuk itt például tavalyi évtől fogva, akkor ugye jöhet egy nagyobb korrekció, de az még nem feltétlenül jelenti a Bika piac végét, illetve nagyon megoszlak a vélemények, hogy most hogyan lesz vége a Bika piacnak, hogy szuperciklus lesz, vagy egyáltalán mi lesz, hát azon nagyon izgalmas időszakot élünk, és ugye múlt héten már beszéltem a Facebookról, a Metaverse-ről, szóval valójában most nem csak arról van szó, hogy itt van a Bitcoin, meg a kripto, és akkor itt küzd az életben maradásért pár millió felhasználóval, meg pár millió korai elfogadóval, hanem arról van szó, hogy Metaverse érkezik, ami valójában azt, hogy hogyan éljük az életünket a virtuális térben, az interneten. Szóval nem csak az, hogy internet, hanem Metaverse, ez az internetnek a következő evolúciós fejlődési szintje, és ez teljesen a kriptóra épül, mert a Metaverse-ben ugye kripto eszközt használunk, elszámolásként is az NFT-ket, amit a Metaverse-ön ugye különböző javakat megszerzünk, azok meg ugye ugyanúgy kripto eszközök, NFT-k. Úgyhogy ezen picit gondolkozz el, hogy mégis tud hova tenni, hogy ez az iparág hova fog fejlődni, és nem arról van szó, hogy ez csak egy pici iparág a sok több mindenben, hanem minden márka, minden social media jönni fog, és mindenki ebben a Metaverse-ben akar ott lenni, mert ebben tudja a saját márkáját, a saját árucikkét továbbiakban is árulni, immár online és virtuális térbe. Úgyhogy nagyon-nagyon bullish vagyok a Metaverse-ről, témáról lesz róla több videó is, jelenleg dolgozok például a Szentnek egy fundamentális elemzésén, úgyhogy lesz egy csomó jó hír. Na nézzük, mit csinál a Bitcoin, konszolidálódik, és ez teljesen normális, hogy konszolidálódik, és innen mehetünk 80 ezer dollár fölé. Red Capital ugye azt mutatja nekünk, hogy már a negyedik hete a Bitcoin 60 ezer dollár fölött zár, és ez milyen frankó, és hogy itt megtörténik. És látjuk, hogy ez, hogy itt erőt gyűjt, az utána nagyon jó, mert akkor tényleg komolyabban tovább tud menni. És látjuk itt nyáron is ez a konszolidáció, hogy tartott mondjuk 8 hétig körülbelül, utána milyen szépen megindult, és mekkora rallit láthattunk, úgyhogy ez mindenképpen jól mutat itt. Michael van den Poppe barátunk, ugye azt mondja, hogy elmehetünk akár 68 ezerig, onnan még jöhet egy korrekció, szerint 59 ezerig, és akkor onnan indulunk meg a 100 ezeres magasságba. Nem tudom, hogy ez most hogy lesz, az is lehet, hogy a mostani szintekről látunk még egy korrekciót, az is lehet, hogy megindulunk a mostani szintekről, és még 70 ezer miért elérni, akkor lesz egy korrekció. Szerintem benne van a pakliban, hogy lesz egy 30%-os korrekció, ami a Bitcoin-nál 30, altcoin-nál ugye lehet 40-50% is, és érte, ezért ugye az, ami most zajlik, hogy milyen szép altcoin profitok, minden nap 10-20-30%-kal növekszik az altcoin portfólió értéke, ezzel én azt mondom, hogy érdemes profitot realizálni. Ugye mondtam, hogy nem pénzügyi tanácsadás, viszont ugye ilyenkor az emberek már kezdenek egy kicsit greedy lenni, hogy minden nap még több, még több, még fejebb, még fejebb, még fejebb, még fejebb.
nem rázni meg profitot, bum, bejön az, hogy akkor bezón a bitcoin, jön egy kis pánik, egy-két hét pánik, és akkor utána meg ugye esik minden, és a nem realizált profit elolvad felére, és hogyha esetleg valaki nem bír idegekkel, akkor lehet, hogy akkor pont el is adja. Úgyhogy érdemes a kis profitot realizálni, ha nem jön esés, akkor oké, ha jön esés, akkor meg legalább van a másik zsebedben egy kis stablecoin, amivel be tudsz vásárolni olcsó. Én így látom, de feltétlenül írd meg a kommentbe, légy szíves, hogy te hogy látod ezt. És ugye a bitcoin 90 ezer dollárig, de előtte 80 ezerig, itt van két alakzat, két háromszög, és abból való kitörés, és ugye ez a felfele futás, egy valójában ez egy bull flag, bullish alakzat, ugye ennek a kitörése 80 ezer dollár irányába vinne, jelenleg nem törtünk még ebből a háromszögből ki, úgyhogy érdemes ezt is így nézni. És jelenleg azt mondja ez az elemző, hogy a mostani 60 ezer dollár, az új 40 ezer dollár, ugye sokáig 40 ezer dollárnál is alapot épített a bitcoin, és ez történik most is. És ami fontos, itt a Ki Jong-yu-tól van egy chartunk, ami ugye azt mutatja, hogy a bitcoin ár szépen megy fölfele. A tőzsdéken a bálnák volumen, amit a bálnák kereskednek, ez szépen növekszik, ugye 72 órás mozgó átlag, szóval a bálnák vásárolgatnak még most is, és ugye a tőzsdéken lévő tartalék az viszont csökkent, mert ugye a bálnák, amit megvesznek, utána szépen kiviszik ledgerre, és ugye mondtam, hogy neked is feltétlenül kell, hogy legyen egy ilyen Franco Ledger Nano X-ed, ezt például meg tudod rendelni a lenti linkem, a leírásban található linkem. Szóval bitcoin itt jelenleg nagyon-nagyon pozitívnak látják, még egyszer mondom, én várok egy 30%-os korrekciót valamikor. Lehet, hogy nem most, lehet, hogy még a 100 ezer dollár előtt. És akkor nézzük a Taprootot. Ha visszalapozol, akkor volt Taprootról korábban egy videó. A Taproot a Bitcoinon az elmúlt 3-4 év legkomolyabb upgrade-je. Az elmúlt 3-4 évben nem volt ilyen jelentőségű upgrade a Bitcoinon, és ugye már 90%-a bányászoknak azt elfogadta, és november 15-e körül, vagy 15-én fog ez élesedni, és ugye ami fontos lesz, hogy maga a hálózatnak a hálózat minőségét fogja javítani, effektívebb lesz ugye maga a privacy, az, hogy sokkal privátabb lesz az információ, és ugye maga okos szerződések is tudnak majd futni a bitcoinon. Úgyhogy szerintem ez óriási lehet, mert lehet, hogy ki fog derülni, hogy a bitcoin a legjobb layer egy megoldás, azzal, hogy ugye okos szerződések elindulnak, amik jelenleg futnak Ethereumon, és ugye az összes többi blokkláncukon, úgyhogy szerintem ez mindenképpen nagy lesz, és itt a Taproot, nem tudom, ez a New York Times-on hirdetett a Taprootot, Times Square-en. Oké, okay, szóval ez csak egy ilyen poénos videó volt itt, de ugye a Taprootot nagyon-nagyon komolyan kell venni, és azt gondolom, hogy ez még nincs beárazva. Szóval ez még nincs beárazva a Taproot a piacon. Következő, a Quant elemzője, ugye, ami Plan B. Plan B, ugye rengeteg, majdnem minden nap beszélünk róla, és azt mondja, egy hiperbolikus lehetőséget lát a Bitcoin-a, ami ugye már a jövő év első negyedévére lát. És ugye azt mondja, hogy ugye évvégén 135 000, 100 000, 135 000, illetve hogyha a stock to flow X modellt nézi, akkor 288 ezer a célára, és ugye nem lepődne meg, hogyha a jövő első, illetve második negyedévében az ár elérné a 300, kötőjel 400, vagy akár az 500 ezer forintot, és egy hiperbolikus emelkedésre számít. És ugye itt azt fejtegeti még, hogy a régi emberek, hát nem régi emberek, hanem ugye a korábbi generációk azok ugye még az aranyhoz, meg az ingatlanhoz ragaszkodnak, és ugye a szűkösséget ugye abban érik, viszont ugye az új generáció nem érdekli sem az ingatlan, sem az arany, hanem egyértelműen a bitcoinban látja ezt a szűkösséget, és a bitcoinban látja a bizalmat, és ezért
egyre több ember vált át. Például gondold el, hogy valaki megörököl, nem tudom, egy nagy, tényleg egy gazdag családban történik az öröklés, akkor van szó, hogy az a 30-40 éves korosztály, aki mondjuk azt a vagyont átveszi kezelésre, akkor az, hogy nem az arany és az ingatlan irányába fog menni, és ugye ezt is fejtegeti, és hogy ugye be fog indulni a Bitcoin kapcsán is a FOMO, és ugye egy hiperbolikus emelkedést lát. Úgyhogy Frankó, itt találkozunk a Holdon a Bitcoinnal. Na, a másik cikkünk, Raul Paul, ugye kedvenc elemzőnk, ex-Goldman Sachs guru, befektetői, makro befektető már 30 éve, és azt mondja, hogy a Cardano, Solana és még kettő másik Ethereum rivális szuper robbanékony lesz ebben a ciklusban, azaz nagyot fognak robbanni ezek a coinok. Cardano, ADA, Solana, Avalanche és Terra Lunáról beszél, hogy ezek mind Layer 1 megoldások, mint ugye tudjuk, ezeket mind mi is követjük, végig elemezzük, nézzük, és ugye igazából mindegyikről hónapok óta beszélek, hogy milyen fontos, hogy kell, hogy tartsam coinok ezek. És ugye azt mondja, hogy márciusig, de akár ugye egy nyarat látja, és egy teljesen más struktúrát lát kibontakozni, és ebben a Layer 1 megoldások, mint Solana, Terra, Avalanche, Cardano, és szuper-szuper robbanékonyok lesznek, szóval nagyot fognak robbanni. Emellett viszont ugye magasabb a kockázatuk, magasabbat tudnak hozni is, és magasabb a kockázatuk is, viszont ugye ne feledkezzünk meg az Ethereumról, mert az Ethereumnak van a legkomolyabb network hatása, és ugye az Ethereum meg jóval kevésbé volatilis is. És azt mondja, hogy az Ethereum közel kerülhet ahhoz, hogy megelőzze, elérje a Bitcoin market cap-jét, és akár rövid távon megelőzze a Bitcoint, ugye piaci kapitalizációba, és hogy akkor ezzel tetőzhet adott esetben az egész Bika piac, és ugye onnantól akkor lehet egy nagy korrekció, hogy a Bitcoin visszaszerzi a vezető szerepét, ugye ezt jelzi Raul Paul. Azt gondolom, hogy eddig is tudtuk, hogy ezen eszközök komoly eszközök, és ugye még a Layer 1-ben még rengeteg új coin is jönni fog, újabb megoldások. Itt folyamatosan látni fogjuk, hogy folyamatosan versenyeznek és adják egymásnak a stafétát ezek a coinok, és ezeket minthogy kell, hogy tartsd coin, mert ezek robbannak el. Persze nem mondom meg, hogy mit tartsam, én csak elmondom, hogy nem a meme coinokon történik az óriási nagy fejlesztés, azok csak kihasználnak egy hype-ot, és lehet, hogy fölmegy ötszörösére, tízszeresére az áruk, viszont utána le is esik, és leesik oda, ahonnan indult, és ha valaki nem jól kereskedi, nem száll ki időben, nem realizál profitot, akkor azokkal sok pénzt vesz itt, viszont a Layer 1 megoldások, azok ugye azok, amik itt vannak, és ezt az egész iparágat építik, és a technológiával épül ki az új dolog, és ahogy használatban vannak, úgy ugye a coinok ára is megy föl, meg persze jön rá spekuláció is, amivel ugye jön a befektetői erő, illetve ugye maga kereskedői erő, ami inkább spekulatív. Oké, kriptoelemzők, Alex Krüger azt mondja, hogy Bitcoinra ad ár előrejelzést évvégére, és azt mondja, hogy az 1 millió dolláros bitcoinár hosszú távon elkerülhetetlen, szóval szerinte hosszú távon lesz 1 millió dollár a bitcoin, ezt én is aláírom, nem mondja, hogy mikor, én azt gondolom, hogy ez 10 éven belül van realitása. A 100 000 dolláros bitcoin egy teljesen valószínűsíti évvégére, és ugye, hogy nem normál körülmények vannak, itt ugye gondolom a pénznyomtatásra, meg egyéb dolgokra utal, és ugye megemlegeti azt, hogy az ETF-ek elindultak, és maga ezek az ETF-ek is az alapszkenárióban szerint 75-85 ezer dollárig viszik a bitcoin árát, de akár 100 ezer dollárt is láthatunk évvégére, és azt mondja, hogy a bitcoin egy valós befektetői eszközzé vált, és 10 éven belül nagyobbnak látja, mint az aranyat, és ugye maga a teljesen kvázi az aranynak átveszi a szerepét. Ugye az új generációk az arany helyett a bitcoint választják, ugye ezt mondta Plan B is, és az egész kriptoiparág, ugye eddig is a legjobban teljesítő iparág, eszközosztály volt,
illetve a jövőben is erre számít, hogy a legjobban teljesítő eszközosztály lesz, úgyhogy ezzel egyet tudunk érteni, és még rengeteg, szóval még az egész kripto dolog, ez most bontódik ki, ez olyan, mint a hagyma, és ugye a Shrek is beszél arra, hogy van a hagyma, és lebontasz egy réteget, és akkor utána meglátsz egy másik réteget, és így folyamatosan, hogy bontjuk ki a hagymát, így látjuk, hogy milyen kis kincs lakozik benne. Pár éve, egy-két éve még nem tudtuk, hogy Metaverse, Gaming, NFT, hogy ez egyáltalán mit fog hozni, és ugye most meg azt látjuk, hogy az egész internet továbbfejlődése a kripto keresztül zajlik, és ugye szokták mondani, hogy a gaming az bekebelezi a kriptot, a kripto meg bekebelezi az egész világot, úgyhogy erre számíts. És akkor jön a mai főhírünk, ami arról szól, hogy persze, egyből előtte nyom meg a lájkot, a főhír előtt mindenképpen nyom meg a lájkot, ha most érkeztél be, üdvözöllek, örülök, hogy itt vagy, nyom meg a lájkot, és jön a főhírünk. A főhírünk arról szól, hogy a Reddit tokenizálja a karma pontokat, és kb. 500 millió új felhasználót fognak behozni a kriptoba. Ugye a Reddit az egy ilyen blog platform, magyarok ugye nem nagyon használják, de ugye angol nyelven fut leginkább, rengetegen használják, nem tudom hány 100 millió user-e van, ugye 500 millió, akkor ezek szerint biztos van, és ugye ezeket a karma pontokat, ami ugye, hogyha ott valamit lájkolsz, meg upvotolsz, akkor ugye utána kapsz ilyen karma pontokat, ezeket tokenbe fogják kifizetni, és ugye ez egy óriási előre lépés. Ugye erről már volt, tudtunk, hogy a Reddit jön kriptoba, és a karma pontokra létrehoz egy kripto megoldást, és ugye valójában erre a Layer 2 roll-up megoldásokat, az Arbitrum technológiát használják, szóval az Ethereum-os tokenként működik ez a Karma Point, egy Ethereum-os token, RC20-as token, viszont ahhoz, hogy ne legyen olyan drága gáz és különböző tranzakciós költségek, ezért ugye az Arbitrum Layer 2 megoldást használják, úgyhogy a pontok, a közösség pontjai a blockchain-en vannak, függetlenül a Reddit-től, és a közösség ellenőrzi, szóval ez olyan, mint a Bitcoin. Úgyhogy azt gondolom, ez egy nagyon nagy hír, és ugye most jelenleg a kriptoban van kb. 150 millió ember, ugye ezek felhasználók, befektetők, kb. 150 millió ember, de ugye pár éve még csak pár 10 millió ember volt itt, mondjuk 2-3 évvel ezelőtt. És most ez a 100-150 millió emberi kapásban meg fog nőni 500 millióval, azért, mert a Redditen kriptoeszközt fognak használni, úgyhogy, és ugye egyből két subredditen 80 ezer user-t fognak feliratkoztatni. És ami fontos, hogy ugye amikor ezt elindítják, akkor 500 millió user-t fognak, Web2 user-t, ugye ez a Web2, ez a régi internetet hívjuk Web2-nek, 500 millió Web2-es user-t fognak onboardingolni, azaz behozni a Web3-ba, és onnantól már nincs visszaút. És ugye a Web3 az arról szól, hogy itt vannak az applikációk, itt vannak ugye, amiket mi is használunk, az összes staking, farming, ugye ezek is mind Web3-as applikációk, Metamask wallet, ezek is mind Web3-as walletek. És ugye itt megismétni, még egyszer nyomatékosítja, hogy 500 millió új kripto user-t hoznak, és ez jó, és te is az eszedbe, hogy erre emlékezz, 500 millió új kripto user-t hoz a Reddit, és más is hoz egy csomót. Szóval valójában amit szoktam mutatni, és akkor teszek egy kis kitérőt. Holnapi nap tartani fogok egy gratis webinárt, úgyhogy 6 órakor fogom ezt tartani, feltétlenül gyere, illetve küld azon ismerőseidet, akik még nem kriptósak, mert szeretnénk őket megfertőzni kriptóval. Nagyon értetlenül fogok beszélni a Bitcoinról és egyebekről. Ezen a linken, amit a korion.io-s linken találsz a leírásba, ezen írást fel magadat, írasd fel a barátaidat. És hogy itt beszélni fogok arról, ugye van ez a kis Franco prezentációnk, ami ugye arról szól, hogy ugye van egy technológiai adoption, technológiák elterjedése, és látjuk, hogy ugye itt volt a szakadék a kriptóban, hogy egyáltalán lesz-e belőle valami, eljut-e nagy tömegekhez, vagy nem. És most itt van, most eljutott, és most arról szól el a Reddit hír, hogy 500 millió ember van hozzáadva, 500 millió ember, bárhogy is nézzük, a teljes 8 milliárdos lakosságnak egy jelentős része, és 500 millió ember lesz
pikpak hozzáadva a kriptó felhasználókhoz, és utána még mindenki hozzáad, van, aki csak 100 000-et, van, aki 1-2 milliót, mindenki adogatja hozzá. Mindenki. Lelképesztő. Oké, vissza a hírekbe. Ez egy nagyon-nagyon fontos hír, nagyon-nagyon örülök neki, és ugye itt az NFT, a vibráló community, a közösségek, és az, hogy jönnek ezek a metaverse-ök, NFT-k, ugye mind központi szerepet fognak játszani, és maga az alkotók, akik NFT-t alkotnak, ők is. És ugye elmondtam többször, hogy mi is dolgozunk NFT-ken, ha bármilyen témába úgy érzed, hogy tudsz jönni, akár NFT-be, akár csak abban, hogy egy magyar nyelvű csetet menedzselni, angol nyelvű csetet menedzselni, angolul tartalmat gyártani, magyarul kriptóról bőven kommunikálni, akár a Cryptominds csatornába, ugye feltétlenül csatlakozz be, megtalálod a Cryptominds csatornát itt, feltétlenül csatlakozz be, ugye már 800-an vagyunk közel, rengeteg segítséget kapsz, itt van a például az új Polkadot parachain opció, potenciálisak, akkor itt volt egy játék, Metaverse világ, amiről majd mindjárt beszélek, amit ugye egyik tagunk ajánlott. Úgyhogy feltétlenül csatlakozz be, illetve hogyha bármiben úgy érzed, hogy akár a Cryptominds csatorna üzemeltetéséhez, a videók, amit készítek, a videóknak a borítóképe, ugye nem vagyok designer, én csinálom jelenleg, bármi ilyenben részt tudsz venni, vagy alkotó vagy, és tudnál NFT-t alkotni, gyere, jelezd, el fog indulni az első NFT-nk, és utána arra fogjuk fölfűzni, és rengeteg hasznos NFT sztorit és más kriptójellegű sztorit is ki fogunk pontakoztatni. Úgyhogy várlak szeretettel. Jó, vissza a hírekbe. Szuper. Nagyon, ez a Reddit hír, ez nagyon-nagyon komoly, úgyhogy ezt még nyitva hagyom. Következő hírünk a bitcoinos cég, a Bakkt, most már Ethereumot is kínálni fog az ügyfeleinek. Kicsit lassan haladnak, ugye a Bakkt szerintem 2 vagy 3 éve indult, ugye bitcoint értékesít befektetők részére egy amerikai cég, és egyébként a Nasdaq tőzsde a tulajdonosa a Bakktnek, és most úgy döntöttek, hogy Ethereum is lesz, hát kicsit lassan haladnak, még egyszer mondom, a helyükben én már a top 10-20 coint árulnám a befektetőknek, de ők most csak fogják az Ethereumot, viszont ugye ez mindenképpen Ethereumnak is jó hír, meg a Bakktnek is, ugye Bakkt több partnershipet csinált, ha jól emlékszem, a Google-al is csinált mostanában a partnershipet, meg nem is tudom kivel. Oké. Na, hát a következő írunk arról, hogy a Grayscale kezdi felfedezni a Terra Lunát és az Avalanche-ot. Na, hát megint Avalanche, Terra Luna. Látjátok, mindenki bullish, ezekben a layer egy megoldása van, Terra Luna, Avalanche. Mit jelent ez? Tudjuk, hogy a Grayscale a legnagyobb kriptobefektető cég, egy trust, és ugye befektet különböző kriptóban nagy-nagy sok-sok millió, milliárd dollárokat, és kibocsátja a részvényeit, és ez olyan, mint ugye befektetők akkor közvetve, mint hogyha az adott eszközökben fektetnének, de a Grayscale ellátja a letétkezelést, őrzést, tárolást, ledgeren, stb., és ugye ezért ő ugye ezen kis pluszpénzt is csinál magának, és jelenleg a Terra Luna és Avalanche-ba jönnek. Még egy dolgot hozzátennék ehhez, nem nyitottam még külön hírként, de elmondanám itt, hogy az egész crypto adoption, ugye a crypto elterjedt, például a Burger Kingnél most elkezdték ilyen lottószerűen sorsolnak, hogy veszel valamit, akkor kvázi konkurálsz arra, hogy egy bitcoin kisorsolnak, nem tudom mennyi Ethereumot kisorsolnak, meg x Dogecoin-t. Szóval lesznek egy csomóan, akik a Burger Kingben vásárolnak, ugye én nem szoktam ilyen gyors éttermekbe enni, viszont sokan szoktak, szóval sokan esznek. Szóval, ha a Burger Kingben vásárolsz valamit, ez most nem tudom, a magyar érvényes, lehet, hogy csak Amerikára érvényes, akkor ki fognak sorsolni egy csomó bitcoint, Ethereumot és Dogecoint. Úgyhogy, hurrá! És el fog jönni az a nap, amikor a Burger Kingbe és a McDonald'sba bitcoinnal és kriptóval fog fizetni, még az is lehet, hogy Dogecoinnal is fogsz. Na, következő írunk, Elrond belép kvázi ebben az árfelfedező, ezt úgy hívjuk, hogy price discovery, hogy ilyen árfelfedező üzemmódban, amikor ugye olyan magasságban jár, ahol még nem járt, és a következő ár, célár $440,
Ugye Elrond egy nagyon frankó projekt, ő is egy Lier, egy megoldás, egyébként román csapat, nagyon-nagyon az alapítója, a Mikku, egy nagyon-nagyon vizionárius dolog erről az egész iparágról, amit így lát, az nagyon-nagyon összerezonálok vele, és nagyon jól haladnak a projekttel, ugye a Májárnak indul a szfapja, november közepétől mindenképpen bele fogunk nézni, és szerint megyünk oda farmolni, szténi, mert biztos jó rewardokat fognak adni. Ugye az elmúlt 40 órában 20%-a emelkedett, és további 35%-os emelkedést várnak tőle, $440 irányban, rá fog majd nézni a csárton. Azt gondolom, hogy ez teljesen, teljesen rendben van. Ugye Fibonacci szinteket húzott itt ki az emelkedéstől, és ugye azt vetíti ki, úgyhogy 4.15 az első komolyabb megálló, utána meg 4.84 a Fibonacci szintek alapján. Következő hírünk, na hát a Solana Ventures, a Lightspeed Venture Partners és az FTX tőzsde közösen elindít egy 100 milliós gaming fundot, azaz egy olyan alapot, amivel különböző játékokat fognak finanszírozni, és ugye Web3 Gaming, GameFi, ugye ez a Web3-as gaming dolog, ezt az ekoszisztémát akarják fejleszteni, és 100 millió dollárt fektetnek a cégekbe, akik ilyen jellegű játékokat fejlesztenek, és hát ez még nagyobb lökés fog adni az egész gaming piacnak, és azt gondolom, hogy a Solana is ezzel pluszban előtérbe fog kerülni, és ugye itt mondják, hogy a különböző Web3-as cégek, mint a Meta és a Web3-as cégek építik. Szóval itt is jön a Web3-as, és ugye maga a Fortnite, Roblox, ugye, akik jelenleg ugye legtöbb ember használja, és ez megy át mind ebbe a Metaverse-be, és ugye ezek ráadásul kriptoprojektek blockchain-es, ugye blockchain-en épülnek, úgyhogy mindenképpen ez Solana kapcsán bullish hír, és az egész Metaverse gaming téma kapcsán is. Ugye ez csak itt van maradt, ez a Shiba Inu-ról készítettem két napja egy videót, feltétlenül nézd meg, hogy miért esett a Shiba Inu ára, és akkor ugye látni fogjuk, hogy még adott esetben még innen is eshet, illetve hogy hogyan legyél óvatos, hogyha Shiba Inu-val kereskedsz, mert ugye ez, hogy az egyik legnagyobb Shiba Inu tulajdonos 2,3 milliárd dollárt kezdett el küldözgetni, az valószínűleg oda fog vezetni, hogy ő el akar adni 2,3 milliárd dollárnyi értékű Shibát. Nézd meg, feltétlenül nem mondom, mert nézd meg a tegnap előtti videót, nagyon-nagyon részletesen elmagyarázom, úgyhogy tegnap előtti videó, miért esett a Shiba, ez a címe. Oké, szuper, akkor megnéztük. Jó, picit menjünk. Egy kicsit kalandozzunk, és nézzünk rá a csártokra, hogy mi történik itt. Mi ránézzük a csártokra, viszont itt ez a projekt, amit egyik tagunk javasolt, hogy nézzünk meg, a Kocsis Dávid, és ránéztem erre a projektre, ugye ez jelenleg Binance Smart Chain-en fut, ttcg.world, ugye ez kifejezetten egy Metaverse projekt, ahol mindenféle dolgot lehet majd csinálni. Úgy látom, hogy ez most lőtt ki, egyből föl is ment körülbelül ötszörösére az ár, majd elkezdett visszakorrigálni. Itt nagyon óvatos lennék, ugye ezek a projektek még kis market cap-be bírnak, hogy gyorsan fölrántják, gyorsan visszaesik. Szóval ha ez csorog le, innen még azon, hogy akár még innen még visszajött 0.15-re is, vagy 0.10-re, értem szerint, hogy csorog le itt ebben vásárolni. Egy hátrányt látok, hogy csak a penkéken van. Ugye penkéken tudjuk, hogy ha egy projekt csak egy decentralizált tőzsdén van, akár penkék, Uniswap vagy más, akkor a csapat ugye kihúzhatja a likviditást alóla, és ezt hívják rakpónak, és leléphet a pénzzel. Itt még azért meg kell nézni a csapatot, hogy azt mondjam, hogy emellett le tudom tenni a voksot, viszont ugye úgy néznek ki, így néz ki a weboldal, ez egy Metaverse, ahol ugye különböző piactér lesz, lehet játszani, és mindenféle egyéb. Az, hogy ez mennyire lesz sikeres, az attól függ, hogy mennyi user-t fognak ide vonzani. 800 négyzetkilométer telek lesz, amit meg lehet venni, 100 ezer darab telekből lehet választani, és több mint 4000 tulajdonos lesz itt ebben a Metaverse-ben, és akkor itt lehet mindent csinálni. Sárkányt írtani, tojást kell tetni, lehet válogatni a telkek közül, valamik 12 BNB, valamik 1 BNB, 12 BNB, 20 BNB,
itt a Gletschere 20 BNB egy telek, ott lehet, hogy sípája is van hozzá. Szóval itt körbe tudsz nézni, és meg tudod venni a telkeket is, és ugye itt vannak a különböző avatárok, hogy így mondjam, hogy ezek avatárok, és ugye ezeket is meg tudod venni. Úgyhogy jópofának tűnik, csak ugye rengeteg ilyen lesz. Szóval rengeteg ilyen lesz, az, hogy melyik lesz sikeres, azon múlik, hogy melyik tud több user-t behúzni. Viszont ugye az, hogy te ebben az egész Metaverse Gaming iparágban szeretnél sikeres befektető lenni, akkor ugye értelemszerűen el kell menni, meg kell nézni ezen projekteknek a Discordjait, meg kell nézni a csapatot, kell nézni a GitHubot, hogyan fejlesztenek. Ugye ez mind-mind meló, itt például a GitHub nincs is kirakva nekik, úgyhogy nem tudom megnézni, hol, hogy megy a fejlesztői dolog, lehet, hogy a whitepaperükben benne van. A Discordjukban majd benézek. Minden esetre érdekes projekt. Azt annyit akartam ezzel mondani, hogyha benne vagy több ilyen Metaverse projektben, lehet, hogy valamelyik elhal, és nullára, és elveszted a pénzedet, viszont amelyik bejön, és amelyik mondjuk megy egy százszorost, vagy egy ezerszerest, mert tényleg bejönnek több százezer, több millió user, akkor az viszont bőven kárpótó mindenért, úgyhogy ezért ez úgy mondom, hogy a kosaratban van egy csomó tojás, akkor ugye ezt a tojásokat minden egyes olyan dologba kell tenni, amiben te szeretnél beérkezni. Oké. Jó, akkor menjünk csártolni egy picit. Shibánál vagyunk. Ugye előbb posztoltam a Telegram csoportunkra ezt a Shiba chartot. Jelenleg ezt figyelném Shibánál. Shiba átment stablecoinba. Látjuk, hogy ez az elmúlt 4 órás gyertya igazából már tegnap este óta, vagy tegnap reggel óta a Shiba átment stablecoinba. Esik a volumen, és átment stablecoinba. Látod, hogy sehol nem megy. Teljesen átment stablecoinba. Úgyhogy ezeket a szinteket nézném. Ha leesik ide, vennék, de az abban a tudatban, hogy lehet, hogy még jobban leesik, értünk, szóval akkor betennék stop loss-t. Ha ezt a szintet elveszítjük, akkor nem megyünk ebbe a mélységekbe, ez a 2000-es, 2800-as szintekre. Ha viszont itt visszapattanunk, akkor értemszerűen először el fogunk érkezni ide, és hogyha itt ezt áttörjük, akkor utána lehetnek új csúcsok megint. Vagy, hogyha innen egyenest ide megyünk, és ezt itt töri, akkor vennék rá. Szóval itt, ahogy mutatom, ha itt ez átmegy, van visszateszt, akkor vennék rá, ugye ott most nem ment át, de ugyanúgy fennáll a szkenárió, ugyanúgy csinálnám. Szóval, hogyha kitör, visszatesztel, vennék. Ha itt elpattan, illetve ha lejön ide, akkor is vennék. Most itt a senki földjén nem csinálnék semmit, mert nem tudom, merre fog menni. Ilyen vihar előtti csend van. Úgyhogy értemszerűen Shibában azért lesz élet. Lehet, hogy egy kicsit túl értékelt volt, úgyhogy most le fog hűlni. És látjuk, hogy itt ugye már látszott, hogy momentumot veszti az erőt. Ugye, amikor én mondtam, hogy shortot indítok, akkor nem is tudom, talán nem is tudom, hol indítottam. Lehet, hogy itt indítottam, és utána ugye ez kivágtyogt a shortokat, szóval azért volatilis volt. Jó, nézzük akkor elejéről Bitcoin. Bitcoin mit csinál? 63 ezer dollárnál van, nagyon jól érzi magát. Teljesen átment, és ugye oldalazik. És ugye, amit korábban is mondtam, ez a 30%-os esés innen is bekövetkezhet, lemehetünk 54 000-50 000 dollár. De az is lehet, hogy innen lesz egy rally, és a rally után látjuk azt a 30%-os korrekciót, úgyhogy jelenleg azt látom, hogy egész jól néz ki az ár, ugye felfele felpattant ezen horizontális, vagy ezen a trendvonal mentén felfele pattant, ugye 60 ezer dollár megfogta, múlt héten leszólt többször is 60 ezer dollárra, ott azért még lehetett bevásárolni, azon ez a gyertya itt ez nagyon szépen néz ki, főleg így, hogy vasárnap este zárunk, úgyhogy jól néz ki a Bitcoin dominancia, most, hogy a Bitcoin megindult, látjátok, dominancia is megindult fölfele, viszont a dominancia gyönyörűen jött le, ugye látjuk föl egy napos csárton, hogy elképesztően jött le a dominancia, ez a trendvonal nyomja lefelé, most ez az egyedüli zöld gyertya, mert ugye Bitcoin megindult egy picit. Hogyha a Bitcoin esik, vagy éppen megindulna, akkor ugye az altcoinok korrigálni fognak. Ezért mondtam, hogy az altcoinok érdemes realizálni, mert a Bitcoin nem nagyon mozgott, előbb-utóbb mozogni fog.
ha lefele mozog, azért fognak esni az altok, ha bitcoin fölfele mozog, akkor azért, mert az altokból sok kereskedő átirányítja a tőkét, hogy a bitcoin mozgását lovagolja meg, ami ugye a dominanciában, akkor azt látjuk, hogy fölmegy a dominancia, és amikor a bitcoin elérte ahova szeretett volna eljutni, akkor ugye utána látunk egy korrekciót, és a tőke visszamegy az altcoinokba. Egyébként, ha itt ránézünk, akkor látjuk például, hogy a Cardano ADA ugye teljesen kezd elhalni, de pont ezért vagyok benne bullish, mert hogyha az első projektekről jönnek a hírek, hogy működik, van tőzsde, van farm, van NFT, ami működik a Cardanon, akkor megindul, óriási pénzek indulnak meg, és szerintem simán dupla triplázást megy itt. Arweave korrigál, nagyon frankon néz ki, ugye nagyon fölhúzott most korrigál, Avalanche tovább rallizik, elképesztő, ugye hamarosan közelíti a célárunkat 97-nél, X-Infinity leszúr bármikor, ugye ez jó bevásárlási lehetőség, egyébként ő is közelíti a célárat, új csúcsra is ért frankó. És ugye nézzük, Binance Coin gyönyörűen kitört, ugye innen itt kezdtük el trédelni a Binance Coin, nézzük meg, mekkora profitunk van, hogyha itt ezt megnyitottuk. Körülbelül egy ilyen 80%-os profitban vagyunk, gyönyörűen, főleg ahogy az 500-at átvitte, ugye itt átvitte az 500-at, utána indult meg ez a parabolikus emelkedés, mindjárt új csúcson leszünk, szerintem új csúcsot fog érni, és akkor valószínű, hogy vagy konszolidálódni fog egy picit, vagy ugye pikpak fölhúz, mint annak idén a Solana tette. Fölfelé nem nagyon látok megállási szintet, mint a következő Fibó szintet, ami 1100-nál van. Persze kisebb Fibókat is kihúzhatnánk, és akkor ezt közelebbi szinteket is látnánk, de azon, hogy bullish vagyok a Binance coinba, és akkor innentől a Binance ekoszisztémában is. És akkor hamarosan látni fogjuk például, hogy megindult a kék is. Kék ugye a Binance Smart Chain, Binance ekoszisztéma legnagyobb decentralizált tőzsdéje, gyönyörűen elpattan, még múlt héten itt volt a Binance-ban, november 1-én, gyönyörűen elpattan, boom, és már itt vagyunk 20 dollár fölött, következő szint 21,3 dollár, majd 26,2 dollár, amiket én figyelek. Nagyon-nagyon bullish vagyok a kékbe, szerintem nagyot fog menni. Polkadot, Kusama. Ugye Kusama jobban megindult, Polkadot is szépen visszakorrigált, vissza is jött 49,4-ig, azt gondolom, hogy ott még bevásároltál, az nagyon frankó volt, továbbiakban is bullish tartja ez a trendvonal, szerintem begyorsulhat, ahogy a paracsények elindulnak. Elrond, gyönyörű, új csúcsra ment az Elrond megint, várom, hogy visszatesztelj ezt, és akkor még rá tudjak venni, most ugye ezeken a szinteken nem vennék rá, Elrondnak is ugye korábbi csúcs, ha nézzük, akkor ugye 364-440-es szintnél lesz a következő érkezés. Ethereum nagyon bullish, 4600 dollár fölött, gyönyörűen támogatja a trendvonalunk, szépen megy fölfele, gyönyörűen megy fölfele a trendvonal mentén, volt egy kis búfleg, kitört, és gyönyörűen fölfele ebben a csatorna mozgásban. Valami fura hangot hallok, nem tudom, török az ég, vagy valami rakéták mennek. Szóval Ethereum 4600 dollárnál vagyunk, szerintem pipak és itt leszünk 5000 dollárnál, ugye Fibonacci szintek alapján 5900, a következő komolyabb Fibonacci szint ezen mozgás alapján. Kit nézzünk még meg, Phantom, továbbiakban is nagyon bullish vagyok Phantomba. Igaz, hogy vége a konferenciának. Egyébként még a Phantom, azt kell mondjam, hogy alacsony market cap-el van, és ugye épp ezt mutogattam nektek tegnap szerintem, ha jól emlékszem, már összefolynak a napok, de pont azt néztük, hogy a Solana 75 milliárdos market cap-el van. Az, hogy a Solana nőjön 10%-kal árban, ahhoz 7,5 milliárd dollár pénznek kell háromolni, hogy nőjön. Viszont hol van a Cardano például? Itt van Phantom, 7,3. Szóval az, amire a Solana 10%-ot nő, azzal a pénzösszeggel a Phantom megduplázódna. És például itt van a Cardanát, most megint nem látom, hogy nem igaz, 38. helyen volt, Elrond is, hogy nőjön, hogy megduplázódjon, az a pénz, ami a Solanát 10%-kal növeli, meg azt az Elrondot megduplázná. Szóval így is érdemes erre ránézni, és azt gondolom, hogy
az egyéb, és nézzétek, a Helium is itt van 46. helyen. A Helium nagyon-nagyon komoly projekt, úgyhogy nem csak a Helium minereket érdemes rendelni, amit ugye a leírásban megtalálod a videót, hogy hogyan kell Helium minert rendelni, hanem trédelni is, és tartani is jó Helium coin-t. Szuper, menjünk vissza. Phantom továbbiakban is bullish, FTT továbbiakban is bullish. Ott vannak az ártárgetek, az elsőtől jóformán el is érte. Megyünk hamarosan, a többi el fogja érni. Pályázónát már rég elhagytuk. ICP, internet, computer, ő is meg fog indulni szerintem. 20-a 10%-kal van fönn. Az, amit elindul ugye a paracsének, hamarosan a dotot is hasonló komolyabb rallyban fogjuk látni, 10%-kal ment fel a 20-a. A következő szintek a 511, amit néznék, és valójában új csúcs lesz 600, és 600 után megint price discovery, azaz fölfele, ti rabja, i a földnek. Ugye van, aki nem ismeri ezt a számot, van, aki igen, aki jól tud törő, mint én, az ismeri. Na szóval, Link nagyon bullish, ugye tudjuk, hogy a Link az összes DeFi-jal kapcsolatban van, kb. 70 milliárd dollárnyi kezelt tőke, total value-ok kapcsolódik a Linkhez, úgyhogy Link nagyon-nagyon bullish, és a Linket nagyon szeretjük. Először 35-öt kell, hogy legyőzze, és utána mehetünk új csúcsra, ami ugye 53-nál lesz, és utána jöhet a price discovery, azaz árfelfedezés. Matic egyelőre korrigál, úgy néz ki, hogy ez az alsó, vagy ez a korábbi szintünk, ez még fogja, de lehet, hogy be fog alá törni, szerintem akkor sincs semmi baj. Matic ugye ilyen nagyon furán szokott mozogni, úgyhogy lehet, hogy láthatunk tőle. Rune Torchain lejött erre a szintre, 13,2, mondtam, hogy itt a bevásárlós szint, és úgy nézem, hogy szépen elpattan maga, a Hue Multiply szépen tartja továbbiakban is. Solana igazából picit korrigál, de továbbiakban is bullish, viszont azt mondom, hogy a Solana már sokat ment, nagyon sok tőke benne van, szerintem egy picit le fog engedni, és akkor más alt is magára lelhet. Úgyhogy szerintem a Solana nagyon sok tőkét elszivattyúzottam a többi altoktól, és nézzétek meg, ugye amit néztünk, hogy például a Link, Dot, meg akiket előbb néztünk, azok most még itt, még csak itt járnak. Hogyha azt nézzük, akkor itt 30-40, ahhoz képest már hol van? 5-6-7-szeres emelkedésben van ahhoz képest a Solana. Persze nem biztos, hogy mindegy és koly ez be fog eljárni, de például a Cardanától ezt nagyon-nagyon várnám. Minden ránézünk akkor a Cardanára itt. Nézzünk rá most. Be is rakom a kedvencembe. KDA-n, KuCoin-on van. Hoppá, azt a mindenit, gyereket. Azt a mindenit. Hú, te Isten, hát ilyeneket kéne megtalálni, ugye. 300% november 1-e óta. Elképesztő. És hogyha meg innen nézzük, hogy még mi volt itt október végén. 1300%, 13-szoros, 10-szeres emelkedés. Hú, srácok, hát ez ilyen, ez elképesztően, nem is tudom, mit mondjak. Most viszont innen hova tűnt el a... Itt van a beakasztókám. Jó, betettük. Hát ez most ez köpni ne, ennyi nem tudod, de látjuk, ez egy 4 órás gyertya. Járt 25 dollárnál, és járt 16 dollárnál. Óriási volatilitás benne, óriási a volatilitás, óriási. Ez egy egyórás gyertya, látjátok azt a mindenit. Na ezért kell limit ordereket beadni, és ugye jövő hét utántól indul újra a basic és a pro képzés, ugye ahol a limit ordereket a tőzsdéken, a biztonsági beállításokat, az összes tőzsdei kereskedési alapcsártolási dolgokat is tanulunk, meg hogy hogyan kell betenni ordert. Most akinek itt volt benne limit orderja, ugye ez egyébként is olyan szint volt, hogy ide én is betettem volna, azok meglettek. Meglettek. A irány a KuCoin, aztán meglátjuk, mit tudok még katana témában tenni. Elképesztő. És ez még menni fog. Minden ilyen visszatesztet szerintem érdemes megnézni. Én megveszem magamnak. Te meg ugye tedd meg a kutatásodat,
és dolgozz ki a stratégiáidat azon, hogy ezeken a szinteken 19,5, 17,7 bírom, bízom benne, hogy ide még le fog korrigálni, és tudok venni. Jó, kit nézzünk még? WeChain kitörőben van, de aztán mégsem tört ki. Ugye látjuk, hogy ki akart menni a felső trendon is, de nem ment ki. Nincs ezzel semmi baj, lehet, hogy újra fogja próbálni, az is lehet, hogy visszajön az alsó szinthez. Én bullish vagyok a WeChain-be, úgyhogy szerintem innen még láthatjuk a következő szinteket. XRP, úgy nézem, hogy tört ezt a trendvonalat, és ugye itt volt egy háromszögünk is, csak ezt most nem rajzolom be. Minden eset ezt a trendvonal volt, a felső trendvonal a háromszögnek is, ezt törte, visszatesztelte. Innen szerintem egy szép megindulást láthatunk XRP-nak, és főleg, hogyha vége lesz ennek az egész SEC pernek, akkor szerintem egy nagyon-nagyon komoly téma is jöhet az XRP kapcsán, és jelenleg ez magassága, mondjuk, hogyha itt nézzük például, akkor ugye innen volt a kitörés, mondjuk 1,7-ig viheti, és utána onnantól meg szerintem egy újabb csúcsot is láthatunk XRP-nél. Mooriver kedvencük, ugye Polkadot ekoszisztéma, parachain, opció, potenciális nyertes, szerintem nagyon jól néz ki. Annyi, hogy nem tudott túl csúcsra menni, viszont ugye itt van egy támogató trend jelenleg, illetve hogy ezt a bullflag-es dolgokat nagyon szerette. Egyébként villámlik, azt kell mondjam, hogy villámlik. Nem tudom, hogyha valaki itt van Keszthely környékén, akkor jelezze, hogy mi a helyzet, mert úgy látom, hogy villámlik. Igen, török az ég is. Akkor be kell szednem, mert kint van a törölközőm. Ugye ma voltam a hévízi kifolyón úszni, be kell szednem a törölközőmet. Na, szóval örülök, hogy nyári zivatar jön itt november tájéken, gyönyörűen néz ki, úgyhogy itt további felpattanást várok a Mooriver-től, őt is élek kukonon lehet megvenni, még nincs Binance-en, és szerintem hamarosan ott lesz, de ezt még egyszer mondom, ez csak egy érzés. Van Harmony továbbiakban is jól néz ki, tört a trendvonalat, menetelhetünk fölfelé, OMG és Franco néz ki, igen, hát egy ilyen érdekes cup and holder-szerű valamit csinált, és nézzük meg a Sendet, Send továbbiakban is jól néz ki, korrigál, egy visszatesztelt az 50%-os Fibonacci szintet, és ez alapján jelenleg ő is átment stablecoinba, volumen lecsökkent, szerintem nagy mozgás fog jönni a Sendnek. Inkább fölfelé várom ezt a mozgást, de meglátjuk ezeken a szinteken, itt veszegetnék, persze azzal a tudattal, hogy lehet, hogy még tudok lejjebb is venni, akár $2 körül, szóval tartalékolnék még. Következő szintek egyébként mondjuk ez a $2,13 lenne, hogyha ez elvesztődik, ez a 2,4-es szint, de nagyon-nagyon szerintem készül a következő mozgásra. Kadanát megnéztük. Oké. Jó, a dolgaink mennek szépen tovább, annyi, hogy itt mindjárt ránézünk egy kicsit a dolgokra. Ugye feltétlenül csekkolt le a Strong Blockos videót, ugye a Strong Block egy node operátor, amit gyönyörűen lehet nódokat vásárolni, és ugye 110 naponta kitermel egy teljes nód árát, ezt akarom most megnyitni. Úgyhogy jelenleg a Strong Block ára egyébként úgy látom, hogy bocsánat, nem a startet akarom megnyitni. Strong Block 4,6 strongot termeltünk eddig ki a három nóddal. Itt van, hogy melyik mennyit. Az első már 2 strongot termelt, a második 1,6-ot, a harmadik 1,1-et. A negyedik elindításához összejött az összeg, úgyhogy mármint a fele, körülbelül a fele van meg, a másik felét még jelentkezőket várok. Ugye az a lényeg, hogy leírásban megtalál a Strong Block nódról készült videót, az a lényeg, hogy 110 naponta kitermeli saját magát. 10 strongból tudunk elindítani egy nódot. Nézzük meg, hogy mennyibe kerül 10 strong. Jó, akkor itt nézzük meg, hogy mennyibe kerül 10 strong.
jelenleg ugye leesett a Strong ára, aminek ugye akik két hete indultak, annyira nem örülnek, aki most fog indítani, valószínűleg örül, $774, azaz 10 Strong az $7740, ennyivel tudjuk elindítani, persze amikor összegyűlik, ha fölmegy megint 1000-ig az ára, akkor a 10000-re tudjuk csak elindítani, ha leesik az ára, akkor ugye lejjebb tudjuk elindítani, jelenleg ugye korrigált, nincs ezzel semmi baj, lehet, hogy éppen itt már megfordulóban van az ár, ugye kicsit volatilis, úgyhogy azt mondom, hogy akit érdekel, meg aki jelentkezett az e-mailre, mindenképpen jelezze, mert jó lenne elindítanunk, míg nem indul meg megint fölfele az ár. Szóval 110 naponta kitermeli saját magát, és ugye az a stratégia, hogy először visszaforgatjuk, hogy termeljen, és a másodiknál viszont kivesszük az induló összeget, hogy semmivel ne legyünk kockázatba, akkor azt visszaváltjuk Ethereumra, és ugye mindenki megkapja a részét, és ugye mindenki olyan százalékban részesedik belőle, amilyen százalékkal ugye a node elindításakor részesült, úgyhogy ezeket én kezelem elég szigorú számadással, meg nyilvántartással, hogy aki már elindult, ő mind megkapta, hogy hány százalékkal részesedik. Az a lényeg, hogy ha visszaforgatunk, akkor el tudunk oda jutni, hogy körülbelül egy év alatt ez az 500 kötőjel 1000 százalékot termel, és ugye onnantól nincs lejárata, annyi van, hogy változhatnak a kondíciók, értemszerűen, ha lejjebb veszik a rewardot, akkor kevesebbet kapunk, ha följebb lenne valamiért, akkor többet kapunk. Nincs rá garancia természetesen, viszont csekkold le a Strongblockos videót. Mindjárt nézem, hol találod. Itt találod meg. Strong Block Node $70 per nap, úgyhogy ezt feltétlenül nézd meg. Egyébként a Helium Miner-es update-et is megtalad valahol. Itt van fontos Helium Hotspot rendelés, megtalad azt is, feltétlenül nézd meg, illetve mondtam, hogy a tegnapi Shiba, miért esett a Shiba videót is megtalálod. Oké. Okay. Na, hát ennyi volt így hirtelen. Az összes többi swap, meg climate, time, és az összes többi frankon működik, most róluk nem akarok többet beszélni, majd fogunk. Tesztelünk pár új rebase csodát is, meglátjuk, ugye ott azért azok sokkal kockázatosabbak, viszont most pár dolgot, amit itt is feldobtatok, megnézünk. Ami fontos, még egy sikersztorit itt szeretnék megosztani, hogy ma valaki posztolta, hogy az EVA meg kell, hogy osszam veletek, a hatalmas örömöm, EVA szignálján 0,2 BNB-ből vettem ki 7 BNB-t, hihetetlen, $4500, valami hangosat hallatok ma este, akkor az az én pesgőim, ugye tudjátok, hogy van ez az EVA szignál csatornánk, ahol az újonnan induló Binance Smart Chain-es projektekre ad ki szignált a rendszer, illetve ezt koordinálják egy külön csapatba. 0,2 BNB-ből 7 BNB, ezt mindjárt kiszámolom, hogy hány százalékos növekmény. Igazából nem is százalékkal fogom kiszámolni, hanem egyszerűbb, hogy hányszor van meg benne, 7-ben hányszor van meg a 0,2, 35-szörös. Hát gratulálok, Zoli, 35-szöröst csináltál vele, és ugye ez az EVA téma, ez ugye úgy megy, hogy itt van például az EVA VIP, jönnek ezek a szignálok, és ugye különböző új induló projekteket le lehet kereskedni, megvan hozzá milyen stratégiám, és ugye itt a srácok ezt az EVA Help chat csoportba csinálják, itt beszélgetnek, hogy ki mit csinál, és osszátok meg az infókat, úgyhogy különböző, hogy mikor szálltok be a szignál után, és hogy mikor legyen profitrealizálás, illetve ugye most már jönnek a mostani update-ben ugye az alertek is, hogy valami elér 117-szeres, 118-szoros, és ugye értelemszerűen az indulókor érdemes, hogyha duplázik valami, érdemes kivenni az induló pénzt, mint például ez az Olympic Doge háromszorozott, de valami látjátok 120-on akárhány szorozódik, úgyhogy akit ez érdekel, az EVA szignál, az a linket megtalálja, és az EVA Help csoportba találja magát, és ott a Pozikata csinálja most jelenleg, a Pozikata Help-nek írtok, és akkor a jelentkezőknek elmondja Help-nek ugye az instrukciókat. De ennyi volt, így már most ugye megint késő van. Holnap 6 órakor gratis webinár, várlak téged is szeretettel, várlak azon ismerőseidet, akit szeretnéd, hogy jöjjenek a kriptóba, hogy írass föl őket a korion.io-s linken, amit a leírásban találsz, és
azon, hogy mindenképpen nagyon fogjátok élvezni. Utána van az, hogy fogok egy live-ot csinálni, még holnap este, ezt meglátom. Feltétlenül gyere a holnapi grátiszra, ugye ez Zoom-on van, és tudsz majd kérdezni, és interaktív lesz, úgyhogy feltétlenül számítok rád. Örülök, hogy itt voltál, csodán szép estét, napot, reggelt, bármikor is nézed ezt a videót, a legjobb helyen vagy, feltétlenül nyomd meg a lájkot, írj a kommentbe, hogy hova várod a bitcoin árát évvégére, és hogy mi a kedvenc altcoinod, milyen altcoinokra nézzünk rá, illetve ha bármi ötleted van, azt is várom, óriási villámlás megy itt a háttérbe. Lájkot megnyomtad, komment, és kérlek, ezt a videót oszd meg különböző csoportokba is, küldd el a barátaidnak. Örülök, hogy itt voltál, csodaszép estét, nagyon-nagyon sikeres hetet. Örülök, hogy itt vagy, és követed a csatornát, a legjobbakat a jövő hétre. Szia, holnap találkozunk. Hello, hello. Sziasztok.